együtt nálad, az érzés több, mint állat. A vadság, a szépség benned él. Én szeretlek téged, úgy élsz, mint távol mások. A szíven nincsenek rácsok, mennél, ha hozzád ér a szél, hisz te vagy az élet. Jöhetél bármilyen politikus, bármilyen, már megy a műsor, igen, ilyen éles vita nem alakult még ki ebben a stúdióban, hogy ki a vendégünk? Én amikor láttam a vendéglistát, hogy jön Nagy Mara, én azt hittem, hogy Nagy Mária, ugye a fővárosi növény- és állatkertnek az egyik szak. És ehhez képest bejött Nagy Mara, és azt kérdezted, hogy ez egy kenguru vagy egy nyúl? Majd a gondozója azt mondta, hogy gyere, cica, és aztán kiderült, hogy Szöcske a neve. És innentől édes fogva én elvesztettem. Nekem nincs meg az az iskolai végzettségem. Moncskó Éva, az alapítványa Budapesti Állatkertért, kuratőrém elnöke és Kis Fruzsina demonstrátor az állatkert. Jó reggelt! Nekem van egy édesanyám, mondják már meg neki legalább, ha én nem értem, hogy most ez egy nyúl, egy kenguru, egy kis antilop, micsoda ő? Őzike! Ó, bocsánat. Nem, tehát ő a Nagy Mara, ez a faj neve, és egy rágcsáló, dél-amerikai második legnagyobb rágcsáló állata. Tulajdonképpen az ottani életközösségben azt a szerepet tölti be, mint nálunk a mezei nyúl. Tehát egyébként ahhoz az lehet... állatkertnek isteni reklámjai vannak. Emlékszem, volt egy plakátjuk 2 év, hogy de mi az a vombat? És így teljesen van. Jogos volt a kérdés, tudod mi a vombat? Hát hogy ne tudnám. Örökbe fogadnál egy vombatot? Nem. Mert? Nem, mert azért, fogalmat sincs mi a vombat azért. Fogalmat sincs, csak bekamusztam. Ezért kellene örökbe fogadni, mert az örökbefogadó szülők azok tudják, hogy milyen állatról gondoskodnak. Mert hogy erről akartunk igazából beszélni. Így van, október 1-én van az örökbefogadás. Ez mit jelent egyébként? Az október 1-én van a örökbefogadó nevelő szülőknek a napja. Igen. Akkor ünnepeljük a vombat anyukákat és apukákat. Például, és a Nagy Marának is azt a szerencsétlen egyetlen egy örökbefogadóját, mert ő majdnem árva szegény, holott nagyon sok örökbefogadó van, de mégsem népszerű állat akármilyen cuki. A magyar női kosárlabda válogatott a kosár EB előtt 2 évvel ezelőtt, jelenlétemben ugye zsiráfot fogadott örökbe. Az állatkedvenc? Persze, igen. Ilyen magas lányok, akkor tudod. Akkor most ünneplünk. Nem engem, én mondom a magyar női kosárlabda válogatott, de én mindjárt megismerkedem Marával. Kit lehet örökbe fogadni is? Vannak-e olyanok, akiket nem? Minden állatot örökbe lehet fogadni az állatkertben. Az alapítványunk pont avval foglalkozik, hogy ezt a nagyon játékos és nagyon kedves ilyen adománygyűjtési formát, ami nem csak nekünk kellemes, hanem magának az örökbefogadónak is egy élményt jelent. Többek között azért, mert nevelőszülői értekezete járhat, és ki nem szeret szülői értekezete járni. Az a legjobb dolog a világon. Mint egy lakógyűlés a végén, tehát elképesztő. No, de az kik a legnépszerűbb állatok, és ki az, akikre felhívnám most a figyelmet, hogy érdemes örökbefogadni, bár el szokták őket hanyagolni? Ugye a legnépszerűbb állatok mindig a kicsi újszülött cukik. Az újszülött zsiráfok, a kis elefánt, aki már nem újszülött, de 4,5 éves és mindig nagyon aranyos. Nagyon nagy divatja van a tigriseknek és az oroszlánoknak. Főleg, hogy van egy-két olyan istápolójuk, akik ennek nagy reklámot csinálnak, nem tudom, mondhatom Kapás Bogit hogy például, aki egy tigrist fogadott örökbe, és állandóan posztol róla, és meglátogatja, és írja, hogy mennyire szereti, vagy Németh Kristófot, aki szintén egy másik tigrisnek, ő a fiú tigrisnek a nevelő apukája. És a jávai langúrok és a sövény leguánok hogy hát annak ebben a versenyben? Most olvastam papírról olyan szépen. Figyelj, a huszár majom a kedvencem a önöknél. Hát akkor ez nagyon készült csapat, nem is tudom megmondani fejből, hogy hány örökbefogadóban nem túl népszerűek. Tehát a cukiságlistán azért alul szerepelnek. Fruzsina, a mi Szöcskénk, aki egyszerre cica és Nagy Mara, ő egy veszélyes állat? Szörnyen. Igen. Leülhetek mellé, amíg Krisztina lesz. Meg is etetheted, regem, köszönöm. Köszönöm szépen. Meg is kérnélek, mert fogyóban van neki a kek. Gyere, szívem, én nem tudom, tehát lehet, hogy most holnapra legyártjuk a címlapokat a bulvárlapokban, gyere, szívem, nézd meg. Főleg, ha megharap, de nem. Apa, ennyire vagyok jó örökbefogadó szülő. Krisztina, addig beszélgess, így van. Jávai langurral. Hát ezt nem hoztunk magunkkal. De majd küldünk a kiskónak egy rögbefogásra oklevelet a Maráról, jó? Elfogadjátok? Utólag elküldjük, és akkor majd meg lehet. Mivel jár ez, mert akkor erről is beszéljünk konkrétan. Mert egyelőre még csak az ismerkedési fázisban vagyunk cicával. És nagyon fontos, hogy a nézők értsék, hogy nem arra van szó, hogy haza lehet vinni. Nem, hazavinni nem lehet. Ez egy névleges, tiszteletbeli gesztus, ami két dologgal jár. Egyrészt, hogy aki örökbefogadó szülő, az egy adomány
adományjal támogatja az állatkertet. Tetszőleges az adomány, vagy ilyen lépcsőzetes? Lépcsőzetes, van egy minimális összeg, ami egy évre 6000 forint, tehát talán nem akkora nagy. Gondolom, a plafon az nem maximalizál. Van 3000 forintod? Ketten? Marát, most azonnal adás után adjuk, jó? Tehát akkor szöcskét. És kaptuk róla egy gyönyörű oklevelet, meghívott a nevelőszülői értekezletre. Ott mert... akarok oda lenni. Figyelj, nekem a saját gyerekeimre nincs időm. Tehát... Nem, pedig egy nagyon jó buli, mert lehet találkozni az állat gondozójával, nem csak Fruzsival, hanem még az oroszlánok gondozó, aki oroszlánok van a szörökben. Német Kristóffal. Aki védnökünk lett, és például pontosan ezért, meg Gálvölgyi Jánossal is most idén a szülői értekezettel. Aki meg... elmegy erre a napra, mit kap? Kiket várnak? Minden örökbefogadó nevelőszülőt. Kapnak kis ajándékot, van egy csomó játék, amiben ilyenkor részt vehetnek, ilyen úgynevezett állomásjáték az állatkert különböző pontjain. De szélesebb közönség is, vagy kimondottan csak ez a... Nyitva van az állatkert bárki számára, lehet csatlakozni hozzánk, lehet újabb és újabb állatokat például őt is még további nevelőszülőkkel fölruházni. Elleri adjanak jön, az emberek. Jön, és, barátkozunk, jól és vagyunk. És tulajdonképpen élmény kap, és egy olyan benyomást, hogy az állatokról úgy is lehet gondoskodni, hogyha nem viszi haza, hogyha nem tutulgatja otthon, az is vállalhat szerepet egy állatnak a jólétének a biztosításában, akinek nincsen otthon erre megfelelő körülménye, tehát taphat egy szemléletet a felelős állattartásról. Több nevelőszülője is lehet, mint egy ilyen hippi közösség egy-egy állatnak? Igen, így van, tehát nincsen. Nekünk ki a nevelőszülő párunk? A harmadik tag, a mi kis családunkban. Hát fejből nem tudom, de rajta van a honlapunkon, nem néztem meg a nevét. Holnap mi címlapon vagyunk. Tehát azt tudod, azt tisztázz. Hogyne. Krisztina Tvrtko és a kis Mara. Te jársz a szülőire. Én ezt már megmondtad, de ezen nem fogunk családi vitát nyitni, nem biztos, hogy ráérek. Igen. És azt az élményt is kaphatjátok akkor, hogyha támogatjátok az állatkertet, hogy olyan dolgokra fordítjuk ezt a támogatást, ami mind az állatkertnek jó, mind az állatkerti állatoknak. Mire tavaly van például, nagyobb szükség, így elmondom, azért tavaly itt nagyon helyes. Aha. Játékokat vettünk az állatoknak. Óriási labdákat, meg ilyen környezetgazdagító eszközöket, mert az állatkerti állatoknak az egyik legnagyobb veszélyeztetettségi faktora az a unalom. A bezártság, az unalom. Az unalom. Ezek akármennyire vadállatok, itt jól érzik magukat, kaja, pia ingyen van, orvosi ellátás rendben van. Ahhoz, hogy egész nap aktívan töltsék az idejüket, ahhoz kellenek ilyen kis környezetgazdagító tényezők. Az őket műtyürgető emberek, azok egyáltalán nem azok olyan... Nem, de mindenféle tárgyak, meg kis rejtvények, meg ez az amaz. Tehát tavaly például az alapítvány játékokat vett az állatoknak, és például egy elefántoknak való labda, ami ekkora és vízálló, vagy a vízilovaknak hasonló, ami én sem gondoltam, hogy a vízilovak szeretnek labdázni, de igen. Én almákat szoktam a gyerekeimmel, almát etetünk ugye az elefántokkal, akik ott vannak a vízilovak mellett. Igen, ezt ne dicsekedjen, mert ezt elvileg nem szabad. De bocsánat. A vízilov etetés volt. Nem, mi az elefántokat etetjük almával, és azt önök adják az almát. Nem, lehető régen volt ilyen program, most már nincsen. Eltörölték? Az egy fekete bácsi volt, aki adta. Mutyiba, okosban megoldottuk? Nem szabad etetni az állatokat. Vannak bizonyos állatetetési programok, amik szigorú kontroll alatt mennyiségileg, minőségileg valósulnak meg. Most az elefántok nincsenek benne ebbe a programban. Régen volt ilyen valóban, de most nincsenek benne. Most a zsiráfok vannak benne, amit például hétvégente lehet megadott időpontban különleges zsiráftakarmánnyal etetni. Egy utolsó kérdésem, nekünk egy nagyon édes, drága cuki tarantulánk van, és lehet, hogy magányos, hogy legalább így szimbolikusan egy másik tarantulát örökbe lehet-e fogadni. Van ilyen vigyázz, ilyen madárpók jellegű állatunk, akkor arról is majd küldök egy ajánlatot. Köszönöm szépen. Október 1-én így van, az örökbefogadók. Bárkit örökbefogadhatnak, akár még a mi maránkat is, akivel most Fruzsinával közösen elmegyünk egy romantikus sétára, és az utolsó kekszet is megkapja, szóval október 1-én. Már is lecseréltél Fruzsinára. Hát persze, mert jobban ért a mi maránkhoz, mint te. A gyerek érdeke az első. Így. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást.